volt egy labda, egy szabad labda, amit hamarabb értem el, mint Diaby. Aztán ő egy elkésett belépővel sajnos megérkezett. Miután felálltam, vitt az adrenalin, és én mondtam, hogy nem szeretnék lemenni, és én minél tovább, utána viszont volt egy bepassz, ahol éreztem, hogy esélytelen, hogy ki tudok támasztani, és így ennek nincs értelme, hogyha egy helyzetbe kerülnénk, akkor én nem tudok 100%-osan ott lenni, és ezért szóltam, hogy akkor most már ment is ki az adrenalin, egyre jobban fájt a lábam, és akkor emiatt kértem cserét. Többször mondták, hogy nem tudják, hogy ez most szándékos volt, vagy nem szándékos, ez is igazából mindegy. Benne van a fociba, minél hamarabb vissza kell térnem, és igazából ez a lényeg. Most sokat javult már ez a pár nap alatt is, szerintem hát jó híreket kaptunk, igazából az előső szalag részlegesen szakadt, a többi szalag úgy tűnik megúszta, tehát remélem jól haladok majd, igazából látjuk majd, hogy reagál rá a feladatokra, és aztán majd látjuk, hogy olyan 3-5 hetet mondanak, aztán majd látjuk, reméljük minél kevesebb, inkább a 3 felé.